Ez a Percel Miklós utca Pécsen. Naponta több száz autó halad itt át, hogy parkolóhelyet találjon magának, sokszor feleslegesen. Ezt az átmenő forgalmat szeretnék már évek óta lecsökkenteni a pécsi belvárosban. Egyetértenek a mostani rendszer kialakításával, mondja az ÖPK-DNP pécsi frakció vezetője. Támogatjuk, tehát, hogy említettem is, mi egy 10 éves programot most már magunk mögött tudhatunk. Ennek a része ez a projekt is, hiszen erre a forrásokat a LIFE program keretében nyert el a város 17-18 magasságában, tehát még az előző városvezetés pályázta meg és nyert el a forrást. Most a felfestett parkolóhelyekre tesznek ki olyan érzékelőket, amelyek jelzik, hány hely van még üresen és hol egy-egy belvárosi utcában. Ettől azt reméljük, hogy az átmenő forgalom kevesebb lesz ezeken a helyeken, illetve ez most már azzal is bővült ugye az új városvezetésnél, hogy a Centrum parkolóba és a Cinderi közbe is a meglévő parkolót is hát ilyen módon korszerűsítik, hogy akkor a szenzorokat elhelyezik. Bár igazán értelme annak van, hogy a történelmi belváros utcáiba ne hajtsanak be fölöslegesen. Első körben itt a Centrum parkolóban és a Cinderi utcában kezdik a rendszer kiépítését ezen a héten. Áprilisban pedig a történelmi belváros utcáiban folytatják. A parkolóhelyek foglaltságát egy telefonos applikáción keresztül nézhetik meg az autósok. Így nem kell felesleges köröket menniük a belvárosban. Ezzel csökken a terület környezetszennyezése.